Köszöntöm a Battlefield.hu TV nézőit a Titanfall bétát bemutató túravezetésünkön. Hát a jelenlegi pálya, amit most látok, az nem más, mint Fracture, és egészen pontosan Hardpoint Domination játékmódba kezdjük el a kis játékunkat, hát ami a Conquestnek a megfelelője. És már be is foglaltuk a célt, és most már is nyúlunk a B-re. Hát mit is kell tudunk rögtön, hát tömören a Titanfallról. Eléggé nagy hype vette körül az utóbbi időben, rengeteg díjat kapott az E3-on, és nagyon überelték, hogy hú, hát ez micsoda játék. Gyerekek, én őszinte leszek veletek, ez egy kod. Azzal a különbséggel, hogy futurisztikus kod és robotok vannak benne, de hát ha Battlefieldben mondjuk a 2142 volt a jövő, hát akkor tulajdonképpen a Call of Duty-ban nem más, mint a Titanfall. És itt a következő áldozatunk, akivel sikerült megint végeznünk, ne lepődjetek meg. Shotgun az egy kicsit el van túlozva véleményem szerint ebben a játékban, mert hát nem igazán lehet neki ellent mondani, pár lövéssel vagy 2-3 lövéssel le tudjuk teríteni az ellenfelünket, de hát ha nagyon jók vagyunk egyel is akár. És rendkívül gyorsan tudunk tárazni, és mint látható vannak a pályán ilyen butok vagy botok is elhelyezve, hát amik rendkívül hülyék, hát nem tudom szépíteni a dolgot, ez engem inkább zavart a játék folyamán, hogy ezek a jószágok ott mászkáltak körülöttem, mint sem jó lett volna. Nyilván ezt azért csinálták meg a drága jó készítők, a Respawn Entertainment emberei, mert hogy hát azért elég tök nagy pályák vannak. Na jó, nem annyira brutálisan nagyok, de hát azért mondjuk úgy, hogy véleményem szerint azért nagyok egy kodhoz képest. És hát hogy ne tűnjön annyira kietlen pusztaságnak ez az drága jó kis játék, így beleraktak ilyen botokat, akikkel úgy elszöttyöghet az ember unalmas percébe. Á, de most sikerült egy normális emberrel is végeznünk, ha, micsoda. Gyönyör. És hát azt hiszem, vagy 3, vagy 4, vagy 5, mit tudom én, egy pár kill után lehívhattuk magunknak egy titánt, ami az, hát az űrből lepotyogó bazinagy robot, amiben bele lehet huppanni, és hát akkor a roboton keresztül írtjuk a tömeget, meg mit tudunk még tenni vele, hát automata módra tudjuk állítani, és akkor tulajdonképpen izmozás nélkül is tudjuk írtani az ellent. Még az egy más kérdés, hogy hát szerintem a robotnak a IQ-ja se nagyobb, meg jobb a botokénál, legalábbis én úgy vettem észre, hogy lényegében tök mindegy ilyen elemi van előtte, arra lő. Én azért kicsit beállítottam volna valahogy, hogy minden inkább a játékosokra legyen kihegyezve, ha már botok rohangásznak körülöttünk, akkor ne a távoli horizontra sasoljanak, és akkor keressék ott a nem létező célpontot, hanem ha mondjuk úgy, hogy olyan ellenség van a közelükben, akkor egyből vegyék tűz alá, és akkor adjanak neki, ahogy a csövön kifért. Mondjuk, ha példát akarnék mondani, akkor a ladautót tudnám itt példaként felhozni, mert az abban található botok keményebbek, mint a sima játékosok, pedig hát azért szerintem ez azért nagy szó. Ó, és sikerült megint végeznünk egy illető úriemberrel. Hát na, erről beszéltem, a sörétes az eléggé dominál ebbe a játékba, és mivel rengeteg ilyen szűk kis, hogy is mondjam, szobácska tér van, ja hát igen, itt most egy jelenetet láthatunk, hogy a botok harcolnak egymással, nagyon izgalmas, és ezek általában mindig ugyanott történnek, tehát olyan nagy változatosság nem fog minket érni. Én a készítők helyében megpróbáltam volna ezt valahogy random mód megcsinálni, lehet, hogy random mód van, de én általában mindig ugyanott futok össze ezekkel a fickókkal, úgyhogy véleményem szerint nem random, de mit tudom én, biztos lesz majd valaki, aki megcáfol engem a kis akciómban. Hát, na igen, és akkor nézzünk, kicsit beszéljünk most a játékról. Hát látható, hogy most 172 tikettünk van, mondjuk, hogy én tiketnek szólítom ezt, mert már BL-ben megszoktam. Ó, és itt vannak a titánok, ez egy enemy titán, és rá is tudunk mászni a hátára, és akkor szét tudjuk lőni a ott található dolgokat. Kb. 3-tól kell tárazni mindenféle fegyvert valahogy, hogy román lőjünk egy titán, hogyha fullon van. Csak hát drága jó kollégák, mármint a enemy kollégák, ezt általában azokon szokták venni, ilyenkor kiszállnak a titánból, és megpróbálnak minket nagy erővel leteríteni. Hát a noobok azok nem szállnak ki, és ha nyugodtan tűrik, hogy lelőjük őket, vagy hát kirongyoljuk a titánjukból. Ah, és megint itt van ez az úriember, megpróbálok beszállni. Hát sikerült rászállnom a titánra, csak hát volt egy másik titán a közelemben, mert hogy ezek általában csapatba mászkálnak, mert hogyha az egyik kolléga lehív egy titánt, akkor valószínű, hogy a mellette lévő kolléga is le fogja hívni a titánját. De én amúgy azt gondolom, hogy ebben a játékmódban a titánokat annyira hát lehet használni, de szerintem nem ide való, mert hát most
bejövünk ide húzni a zászlót, titánnal nem tudjuk húzni a zászlót, legfeljebb csak putyogtathat befele ide valami nyíláson keresztül, mondjuk a B-nél ezt meg tudják tenni, de hát ott is van olyan rész, ahol tudjuk húzni a zászlót és fedezékből tökéletesen el vagyunk. Hát most azért látható, hogy megtalálták a titánok azt a nyílást, ahol engem úttól lehet élni, de hát nem is ennyire rám lőttek, csak rossz fogódtam hosszáján. Hát igen, ja, amúgy láthatatlanok is tudunk lenni. Én hát nem hiába a jövőben már mindenki láthatatlan. Mondjuk ugye ez a kempereknek ideális, mert hát lelő egy parasztot, aztán megint láthatatlan lesz, átmegy a másik sarokba, megint arra jön a paraszt, megint lelő, megint láthatatlan, úgyhogy kellemes kis játék. Hogy is mondjam, jó, hát egy ilyen 10-20 perc erejéig teljesen jól el lehet vele szöttyögni, mert tényleg egy adrenalin bomba, meg hogy potyognak körülötted a titánok, hú, és a grafika se annyira üde brutálisan rossz, de jónak sem mondanám, hát ugyanolyan a grafikája, mint a Goldnak. Mondjuk úgy, annyi, hogy feltuningolták azzal, hogy nagyobb felbontásba is lehet menni, meg élsimítás, meg mit tudom én, de ha most megnézitek a gépigényét is, ott is egy kétmagos atalonon állítólag elmegy a játék, hát akkor most erre azt tudom mondani, hogy igen, azért megy el, mert ez még mindig egy Gold. Kérem szépen, csak annyi, hogy egy kicsit nagyon fel lett tuningolva, és az EA úgy oldotta meg, hogy hát az Activision-nál minden áron harcba akar szállni, és hát a Battlefield az most mondjuk úgy, hogy nem egészen van a helyzet magaslatán még, meg nem tudom, majd azért pecselgetik folyton, mert hát azért annyira nem üde jó lett. De hogy is mondjam, szerintem úgy próbálják most megoldani ezt a diffit, hogy hát a Respawn Entertainment szépen megvásárolta az EA, és legyártotta neki a saját Call of Duty-ját, de mivel nem hívhatják úgy, hogy Call of Duty, így újra elkeresztették Titanfallnak, és hogy azért ne lehessen rájuk fogni, hogy egy az egybe Call of Duty, ez az egész játék, raktak bele robotokat. Nagyjából ez a helyzet, véleményem szerint, de hát lesznek majd olyan gamerek, meg YouTube csatornások, meg úgy tudom, hogy hú, hát ez a világ mindenség játéka. Hát lehet, hogy nekik az. Én nekem egy kicsit csalódás volt, mert annyira körül zsongták ezt a játékot, hogy ennyire jó, annyira jó, elélveznek, hogy gyönyörtől, vagy micsoda izék. Hát ez egy kod. De még mindig. Tehát akárhogy néztem a dolgokat, én próbáltam nagyon optimista lenni, de én csalódtam, megmondom őszintén. Jó, természetesen, aki a Call of Duty szereti, az tökéletes játékot kapott, már most végre már valami járművet is használhat. Valami járművet is használhat, amiben mondjuk úgy, hogy idáig a kodos játékosok 90-95%-a körbe-körbe rohangászott egy pályán a fegyverrel kézbe, és írtották egymást, mint az állat. Most elmondhatják magukról végre, hogy járművel is írhatják egymást. Ó, és sikerült mögé kerülnöm az illető embernek, nem hiszem el, egy halál, és meg egy halál, ó, Isten, double kill. Na, sikerült ezt a problémát is megoldani, és még mindig van itt egy illető úriember, akivel fel kéne vennem a kontaktot, és ó, sikerült bele is felvenni, és behúzzuk a B-t. Asszem. Ó, na. Hát az állás jelenleg 313-264, úgyhogy a mi csapatunk áll jobban, és 400 tiketig fog menni a küzdelem. Még megegyezném, hogyha vége van a harcnak, akkor nem lesz egyből vége, tehát kiírja, hogy mi nyertünk, és akkor utána jön egy ilyen epilógusnak nevezett akármi, ahol is hát a életben maradt enemi játékosok megpróbálnak eljutni egy mondjuk egy ilyen felvevő pontra, ahova jön egy ilyen kimenekítő hajószerűség, és akkor ha abba beszállnak, akkor jó lesz nekik. Mondjuk ennek a lényegét nem igazán vágtam, hogy most mi a kókány van, mert ezt mi is nagyon jól tudjuk, hogy hova fog menni az a repülő, vagy űrhajó, vagy értsd úgy, aminek szeretnéd. És hát mi is oda megyünk, és rommá lőjük az egész mindenséget, aki ott megpróbál elmenekülni valamerre. Láttam is már olyanra példát, hogy kb. 4 titán neki feszült ennek a hajónak, és ténylegesen sikerült nekik széttörni, és gondolom ezért megint plusz valami pont jár. Más egyéb dolgot nem tudok, hogy most miért jó ez az egész. Hát még ezzel próbálták színesíteni a dolgokat, kipróbáltam a játékmódokat, hát mondjuk nekem ez a Headpoint Domination az, ami hozzám közel áll, mert hát a többi az mondjuk a Last Man's Titan, meg mit tudom én, az utolsó titánig kell harcolni. Én ilyen mekes emberke vagyok, legalábbis én úgy tartom magamról, hogy el vagyok az ilyen robotos játékokkal, de nekem kicsit ilyen fura a robotok mozgása, olyan szaggatott.
meg! Oh. Na, megint majdnem meghaltam. Na, izé, kicsit olyan szaggatottnak érzem. Jó, mondjuk, persze azért már robot, igen, tudom, értem én. De, mit tudom, kicsit úgy simulékonyabbak is lehetnének ezek a dolgok, meg... Mert már kicsit sok volt a túlerő. Na, meg ilyenkor kavar be minket, hogy ezek a botok is itt rohangáztak, már nem tudjuk hirtelen egy másodperc alatt eldönteni, hogy melyik a bot, meg melyik a valódi ellenség, akivel valóban foglalkozunk kéne, mert hát a bot az tulajdonképpen arra jó, hogy őt lőjük szét, de az ellenséget is addig az ellenség tud minket lelőni. Ó, sírgújkál az illető úriember. Na, az egyik titán próbál ide belövöldözni, és sikerült végeznünk vele, hú, a sörétes az még mindig dominál hiába, és húzott vissza a fényt, jó van. Ja, és nyomjuk magunkra egy kis láthatatlanságot, nehogy bájból megtaláljon minket az ellenség, hogyha netáltán ide beférkőzne. És sikerült, hát a B kontrollpontban mi kezünkön, és most foglaltuk be a pillanatban a C-t, és az A is beszürkült, úgyhogy valószínű, hogy az is a mi kezünkön lesz. Még 4 perc, 6 másodpercig tart a küzdelem, de vége is van, mert hát elértük a 400 tikettet, úgyhogy most jön a drága jó epilógus, ahol is a drága kis emberkék epilóg, igen, itt van. Megpróbálnak most elmenekülni a hajóhoz, és mutatja nekünk a játék, hogy hány méterre található az a drága jó kis hajó. Hát én még itt elszettjezek a botokkal. Hölgyeim és uraim, ennyi lett volna a Titánfal Beta túravezetés. Remélem tetszett mindez a kis információ halmaz, amivel szolgáltunk nektek. Próbálok majd még videókkal szolgálni, de mostanság elég elfoglalt vagyok, úgyhogy nem ígérek meg semmit. Próbálok más játékmódokat is majd bemutatni. Ó, na itt a hajó, amiről beszéltem, és majd jönnek nem sokára az állva jó életben maradt enemik, hogyha vannak még ilyenek. Hát egy titán minden bizonyja van, mert hát egy gyalogos volt itt a közelbe. Na, azt mondja, hogy... És azt hiszem vége is van a játéknak. Na, végre. Egyébként sorolom, köszönöm szépen, hogy végignéztétek a műsort, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!